Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy hogyan hatnak a gondolataink és az érzéseink a betegségünkre és az egészségünkre. Sokan azt gondolják, hogy az érzéseik az elsődlegesek és meghatározóak az életben, mások pedig azt, hogy elsősorban a gondolataik irányítják az életüket. Valójában azonban a gondolatok és az érzések jelentős hatással vannak egymásra, tehát a gondolataink meghatározzák az érzéseinket, az érzéseink pedig a gondolatainkat. Vágjunk is akkor bele. Az első és a legfontosabb az az alapérzésed saját magaddal kapcsolatban. Azzal a gondolattal és érzéssel kelsz fel minden reggel, hogy egészséges vagy, vagy azzal, hogy van valami bajom, biztos beteg vagyok. Vagy amikor másokkal beszélgetsz, akkor vajon kifejted-e a tüneteidet, a betegségeidet, a problémáidat, ha például megkérdezik tőled, hogy hogy vagy. Vagy azt mondod, hogy bár vannak gondjaim, de egyre jobban érzem magamat. Nagyon fontos, hogy még akkor is, amikor valamilyen súlyosabb egészségi problémád van, akkor se tápláld a betegségedet azzal, hogy gondolsz rá és átérzed. Sokszor persze ez nehéz, de az elején ezt lehet tudatosan csinálni, addig, amíg szokássá nem válik. Gondolj arra inkább, hogy hamarosan jobban leszel, már nem sok van hátra, és hamarosan meg fogsz gyógyulni. A második nagyon jó eszköz az az ételekhez kapcsolt érzelmi és gondolati társításaid. Biztos kizártál már ételeket a táplálkozásodból, amelyeket nem eszel, mert megtapasztaltad, hogy rossz hatással vannak a testedre. De biztos eszel olyan ételeket, amelyek viszont jó hatással vannak, zöld színű zöldségeket, magvakat, tiszta húsokat, jó minőségű zsírféléket, étrendkiegészítőket, szuper ételeket. Ha a testedre pozitívan ható ételekhez örömöt, a jó érzést, a gyógyulás gondolatát és érzését társítod, akkor amikor fogyasztod őket, nem csak a konkrét összetevőivel vannak jó hatással a testedre, de a gondolataidon és az érzéseiden keresztül is gyógyítod magadat. Tehát átérzéssel készítsd el és fogyaszd az ételeket, gondolj arra és érezd azt, amikor eszel, hogy gyógyít az ennivaló. Örülj neki, amikor eszed, vagy lelkesedj érte. Mesélj róla másoknak, hogy te milyen egészségeset eszel. Mindezekkel megerősíted a hitedet abban, hogy gyógyít, amit eszel, ezért sokkal erősebb lesz a pozitív hatás annak, amit elfogyasztasz. Én többek között például a fodros kell salátával csinálom ezt, már az elkészítése is örömet okoz, alig várom már, hogy hozzálássak, és amikor eszem, betölti a testemet az az érzés és gondolat, hogy már, hogy most ugye gyógyulok, a sejtjeim, a bérrendszerem, a rostoktól, a vitaminoktól. Tehát ugye átérzem, ahogy például távoznak a mérgek a testemből, és ez ugye további örömmel tölt el. A harmadik a környezetet, a környezetedben lévő emberek. A kimondott szavaknak rendkívül erős hatása van az érzéseinkre és gondolatainkra. Biztos megtapasztaltad már azt, hogy valaki mond neked egy rossz, negatív, lehangoló mondatot, és az ugye elveszi az élet kedvedet is. Ha olyan emberek társaságában vagy, akik állandóan ugye panaszkodnak például a betegségeikről, vagy ugye egyéb negatív dolgokról az életükben, akkor annak előbb-utóbb kihatása lesz rád is. Nem csak a náthát és az influenzát lehet ugye elkapni egy munkatárstól, egy családtagtól, egy szomszédtól, egy ismerőstől, hanem a negatív gondolatokat is, amelyeket az illető magából kiáraszt. Tehát ha javítani akarsz egészségi állapotodon, akkor azoktól a negatív emberektől, akiktől tudsz, szabadulj meg, azoktól pedig, akiktől ugye nem tudsz, segíts, hogy átalakuljanak, például mutass nekik pozitív hozzáállásból példát. A negyedik az egyéb, nem a betegségekhez kapcsolt érzéseid és gondolataid. Minden érzésnek és gondolatnak hatása van a fizikai testedre és így az egészségedre is. A harag, a düh, az irigység, a mohóság, a félelem, az öröm, a boldogság, a szeretet mind-mind hatnak a betegségedre, az egészségi állapotodra. Például a düh, az agresszivitás, tüzes jelenségek, tehát tüzet okoznak a testben is, ugye azaz gyulladásos betegségeket, például a mandulagyulladás, fülgyulladást. A ragaszkodás, a nem elengedés, a mohóság, az önzőség, a visszatartó erő, ugye ez egy merevséget okozó érzés, megszilárdító hatása van a testünkre, tehát például ugye székrekedést, vesekövet, érelmeszesedést okoz. Tehát változtasd meg azokat az érzéseket és gondolatokat, amelyekről megtudod, hogy hatása vannak a betegségedre, vagy amelyek hosszú távon biztos valamilyen betegséget fognak kifejleszteni a testedben, vagy már ugye esetleg kifejlesztettek. Az ötödik a nevetés, melynek rendkívül komoly és nagy változást hozó hatásai lehetnek. Ha belegondolsz, a nevetés egy olyan jelenség, amiben nagyon sok minden egyesül.
Vannak benne gondolatok, hiszen valamin nevetünk. Vannak benne érzések, a boldogság, az öröm, a lelkesedés, és ugye elközben eltűnik a fájdalom és a stressz. A nevetésnek hatása van a fizikai testünkre is, az arcunk megváltozik, bizsergő érzés jelenik meg. Ha pedig nagyon intenzíven nevetünk, akkor azt érezzük, hogy ugye megfulladunk a nevetéstől. És van benne önkifejeződés is, hiszen hangokat bocsájtunk ki magunkból, amikor nevetünk, tehát egyfajta ugye, kommunikációs eszköz is egyben. Nevesd ki a betegségedet, ha nem megy az elején ösztönösen, akkor tudatosan kezd el. Ez még ugye mindig jobb, mintha ugye, szomorkodnál vagy búslakodnál rajta. Ha nincs kivel nevetned, akkor kezdj el nevettető műsorokat, előadásokat, filmeket nézni majd. Ugye a második lépésben keresd azoknak az embereknek a társaságát, akik megnevettettek, akikkel tudsz együtt nevetni, és végül kezdj el te magad megnevettetni másokat. A nevetés immunerősítő hatású, a boldogsághormonok termelődését is beindítja, amelynek ugye gyógyító hatásai vannak, fokozza a vérkeringést, és jó hatása van a szívműködésre is. A hatodik és egyben utolsó javaslatom, amivel az érzéseiden és gondolataidon keresztül hatással tudsz lenni az egészségedre, az a megbocsájtás. Nagyon sok ember számára az egyik legnehezebb létrehozandó gondolat és érzés együttes a megbocsájtás. Ez az egónk ereje miatt van így. Tudatosan lépésről lépésre lehet ezzel haladni, elengedni, megbocsájtani azoknak, akik a múltban ugye megbántottak téged, akik valamilyen negatív hatással voltak az életedre. A megbocsájtás csökkenti a betegségek fájdalmait, javít az emésztőrendszer és az idegrendszer állapotán, és erősíti az immunrendszert is. Ha nem megy tudatosan, akkor sokat segített például egy kineziológus is. A felsorolt hat lépésen kívül sok más érzésekre és gondolatokra ható eszköz van, mint például a zene, a meditáció, az erősíti Istenben, a hálaadás, azaz a rendszeres köszönetnyilvánítás, vagy például az érzelmi és gondolati reakciónk a külvilágból érkező ingerekre. Tehát összefoglalva a hat lépést, eszközt, amivel szerintem a gondolataidon és érzéseiden keresztül hatással lehetsz az egészségedre, és segítheted a kigyógyulást a betegségeidből, az alapérzésed saját magadról, az ételekhez kapcsolt érzelmi és gondolati társításaid, a környezetedben lévő emberek hatásainak megváltoztatása, az egyéb gyakori gondolatok és érzések, illetve a nevetés és a megbocsájtás. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig szeretnél értesülni a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!